Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Most egy rendhagyó videót láthatsz. Ginger, akinek nem mondom ki a rendes nevét, de ha visszakeresel a videó csatornán, találkozhatsz vele, mert ugye a hongkongi tüntetések kapcsán vele beszélgettünk egy korábbi adásban. Szóval ő felkészült Kínával kapcsolatos különböző történésekről, amik azt hiszem, hogy erősen érintenek minket is. A mai adásban leginkább arról lesz szó, hogy hogyan működik a kínai szervkereskedelem, amiről Magyarországon rendkívül keveset hallani, pedig egy úgynevezett Fudan Egyetemnek van némi köze ehhez, és a Fudan Egyetemhez bizony köze van a Soténak. Na erről fog Ginger beszélni, én azt gondolom, hogy hiánypótló ez az adás, mindenképp oszd meg, ha teheted, illetve ha további hasonlókra vágynál, akkor örülök, hogyha támogatod bármely médium munkáját, amelyik beszámol erről, hogy itt mi hangzott el. Persze minket is támogathatsz, annak is köszönök, és tudod, a legfontosabb, a megosztás, az a legjobb támogatás. Úgyhogy hallgassuk meg most Gingert, de ha biztosra akarsz menni, ha bárminek utána néznél, minden hivatkozást megtalálsz a videó leírásában, bátran keres rá, majd reklamálja különböző újságoknál, médiumoknál, de leginkább a magyar kormányzati szerveknél, akik ide akarják hozni a Fudan Egyetemet, hogy te miért nem hallottál még erről a témáról. Sziasztok! A nyugati demokratikus országok szabályozása nem teszi lehetővé, hogy pénzért vásároljon bárki emberi szervet. De léteznek olyan országok, ahol gyakorlatilag soron kívül elérhetőek a fizetőképes betegek számára. Kínában a fizetett transzplantációs műtétekre weboldalakon, szórólapokon hirdetve is pár hét a várakozási idő, míg a világon általában bárhol pár év ugyanez. Na ez a rövid várakozási idő önmagába feltételezi, hogy Kínában rendelkezésre áll nagy számban különböző vércsoportú, szövetmintájú, egészséges, még élő testben lévő szerv lényegében folyamatosan. De honnan vannak ezek a szervek, amikor Kínában nem is volt szervadományozó rendszer 2010-ig? Mai témánk a kínai kényszer szervvel távolításról szól, és hogy mi köze van ennek a Fudan Egyetemhez, meg a Sotéhoz. Most notably imprisoned, peaceful, harmless, forbearing practitioners of Falun Gong, cutting open their bodies, sometimes before clinical death, to extract their organs, hearts, kidneys and so on, for commercial transplantation into other people. And that process is known as forced organ harvesting. A magyarok előtt urbán legendaként tálalt kényszerszerv kivételről a valóságban a legmagasabb nemzetközi politikai fórumokon taglalják a vádakat. De beszédtéma például már a belga szenátusban, vagy az ír parlamentben, a német Bundestagban, ahogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában is. De például az Európa Parlament 2013-as december 12-i állásfoglalása a kínai szerveltávolításról szóló ülésén a Fidesz alelnöke Gál Kinga is részt vett. Huang Chifu, a kínai szervadományozási bizottság igazgatója, kijelentette, hogy az átültetett szervek több mint 90%-a Kínában kivégzett raboktól származik. Az EU parlament mély aggodalmának adott hangot az állandó és hitelt érdemlő hírek hallatán, miszerint a kínai népköztársaságban rendszeresen és az állam jóváhagyásával távolítják el meggyőződésük miatt bebörtönzöttek, többek között számos vallási meggyőződése miatt bebörtönzött, Falun Gongos követő és más vallási vagy etnikai kisebbséghez tartozó szerveit, akik erre nem adtak engedélyt. 2015 áprilisában az Európa Parlament kiadásában megjelent a kínai szervbegyűjtésről szóló 112 oldalas dokumentum, ami letölthető. A megkerülhetetlen kérdés ilyenkor egy magyar számára, hogy na de mi is az a Falun Gong? Nos, a Falun Gong egy Kínából 1992-ben indult, buddhista tanokon alapuló és csikong lassú mozdulatú testgyakorlatokat végző békés közösség. David Matas úgy hívta a Falun Gongot, hogy Kína jogája. 1999-ben szektának kikiáltva üldözni kezdte őket a kínai kommunista párt, és százezres számba hurcolták el követőit különböző táborokba. Az, hogy a Falun Gong szekta vagy sem, nem tisztem eldönteni, a magyar egyetemeken a sinológusok szektaként beszélnek róla, ez a világ más országaira nem jellemző.
Leginkább egy ország világpolitikai hovatartozásától függ, hogy szekta vagy sem. Minden esetre, amíg szektásoknak degradált emberek állítják, hogy üldözik őket Kínában, s a szerveiket eltávolítják, addig senki nem veszi nagyon komolyan. A Conteo és az álhír kategóriába sorolja, aki hallja. Viszont amikor külföldi orvosoknak tűnik fel, hogy transzplantációra váró betegeik egy része Kínában fix időpontot kap, mondjuk egy szívátültetésre, és ők nyomoznak, akkor mindjárt hitelesebb. Az egészséges emberi szervek is csak rövid ideig életképesek, már a testen kívül, ez az időintervallum az isémia. Egy szív esetében ez 4-6 óra. Csak úgy lehetséges átültetésre időpontot szervezni hetekkel előbb, amennyiben biztosan tudjuk előre a halál időpontjának pontos jövőbeli beálltát a donornál, állítja az izraeli kardiológus professzor Jacob Levy, aki évek munkájával elérte, hogy az izraeli jogalkotók törvényt hozzanak annak érdekében, hogy állampolgáraik kizárólag olyan országokba utazhassanak szervátültetésre, ahol átlátható a szervadományozás gyakorlata. De feltűnt Dél-Koreában is, hogy évi 1-2000 koreai utazik Kínába transzplantációs műtétre, míg a 90-es években ez csupán 1-2 beteg volt. Tényfeltáró dokumentumfilmjüket a Csosun TV-ben adták le 5 évvel ezelőtt. Annyeonghaseumnika! 탐사보도 세븐의 윤정섭입니다. 우리나라에서 간과 신장 등을 이식받기 위해 대기하는 사람은 약 3만 2천 명. 그중 약 10%만이 장기 이식의 혜택을 받습니다. 신장 이식의 경우 평균 5년을 기다려야 합니다. 그리고 상당수의 환자가 이식될 장기를 기다리다 지쳐 고통 속에서 죽습니다. 그런데 놀랍게도 일부의 중국 병원에선 수주 만에 장기 이식을 할 수 있다고 합니다. 그래서 한국의 환자들이 중국으로 몰려가고 있습니다. 문제는 이들이 중국으로 가서 이식받는 장기가 정상적인 방법으로 적출된 것이 아닐 가능성이 높다는 것입니다. 심지어 살아있는 사람에게서 불법적으로 적출된 것이라는 주장도 있습니다. 평균 간 이식은 3억 원, 신장 이식은 2억 원이나 하는데도 우리나라 환자가 3년간 3천 명이 넘게 이식 수술을 받았습니다. 놀랍게도 한 병원에서만 말입니다. 데 tavaly karantén idején a kanadai McMaster Egyetem is a kínai szerv visszaélésekről tartott online előadást. Az újságíró Ethan Gutman 2006-tól foglalkozik a kínai szervrablás feltárásával. Oknyomozó munkáiban azt állítja, hogy mostanság évente 100-110 ezer ember életébe kerül mindez Kínában. Pedig a kínai kormány hivatalos adatai évi 10 ezer transzplantációs műtétről szólnak csupán, de mindig. Beszámolt arról is, hogy a Tiencseni Központi Kórházban büszkén hirdették az 500 ágyas transzplantációs központjukat, amely több mint 100%-os telítettséggel működik, egész pontosan 131%-os telítettséggel, írta meg a diplomát. A kórház által megadott adatok alapján ez évi 5000 szervátültető műtétet jelent csak ebben az egy kórházban. De mi is az állítás itt? Az állítás az az, hogy a holokauszt óta nem látunk ilyen tömegű emberkísérletet, ilyen orvosi korrupciót és az emberi élettel való visszaélést. Az állítás az az, hogy a kínai kormány üldöz különböző kínai embereket, majd táborokba zárja, egészségügyi vizsgálatokat végez rajta, s ha bejön egy megrendelés az egyező szövetmintával, akkor a szerveit eladja, ergo meggyilkolja ezért a fogvatartottat. Az állítás az az, hogy nem jön ki a matek a kínai kormány által megadott és meg nem adott adatokból a transzplantáció terén. Míg kezdetben ugyan Peking mindent tagadott, maga a kínai egészségügy büszkén hirdetett sikerei és a transzplantációs publikációi támasztják alá a felmerült vádakat. Közvetlenül a Falun Gongosok nagyszámú letartóztatása után a szervátültetési ágazat Kínában egy hirtelen és egyben megmagyarázhatatlan lendületet kapott.
országszerte új transzplantációs osztályok és kórházak, kutatólaboratóriumok nyíltak, új orvosok, szakemberek transzplantációs szakirányú képzése indult be, és a szervát ültetés utáni gyógyszerek kutatásának fejlesztése a gyógyszerpiacon. Amíg Kínában 1999-ben mindössze 19 kórház végzett transzplantációs műtéteket országszerte, 6 év múlva már 500-ra nőtt a számuk. Amíg 1999-ben 135 májált ültetést végeztek Kínában, 2005-ben már 14 ezret. 2018-ban összeállt az ügyet kivizsgáló független Kína törvényszék, azaz a China Tribunal Londonban. Több mint 50 tanút hallgatott meg, és hatalmas mennyiségű vizuális és szöveges bizonyítékot vizsgált át, majd hozta meg döntését 2019-ben. Sir Geoffrey Nice, a törvényszék elnöke olvasta fel az ítéletet. Sir Geoffrey Nice vezette Slobodan Milosevic büntető eljárását is a Hágai Nemzetközi Bíróságon. Egyhangulak és minden kétséget kizáróan megállapították, hogy az utóbbi 20 évben több helyszínen az országban több alkalommal egészséges emberek szerveit távolították el, s a gyakorlattal nem hagytak fel a mai napig Kínában. Továbbá a Falun Gong gyakorlókat üldözik, dehumanizálják, képviselet és ítélet nélkül tartják fogva, kínozzák, szexuális erőszak áldozatai, orvosi vizsgálatok áldozatai, amely vizsgálatok nem feltétlenül az egészségük megőrzése céljából történik, és ezen atrocitások nagy része az ujgur népcsoporttal kapcsolatban is megjelentetik, így veszélyeztetetnek minősülnek a hasonlóság miatt. Továbbá 10 kínai kórház elismerte, hogy Falun Gong szervek alkotják a készletét, 5 kórház állította, hogy be tud szerezni Falun Gong szerveket, 14 kórház bevallottan elítéltek szerveit használja fel, és további 10 kórház nem ad ki adatot és információt arról, hogy honnan érkeznek a donor szervek a transzplantációkhoz. Továbbá bebizonyosodott, hogy a kínai kórházak szerveket bocsájtanak áruba, amely szervek tulajdonosai élnek és egészségesek szervük eladásának pillanatában. Megállapították, hogy a kínai transzplantációs szektor adataira nem lehet támaszkodni, mert az adatokat meghamisítják, illetve a szektor átláthatatlansága és az azt övező titkolózás súlyos aggodalomra ad okot. A szervadományozás rendkívül sok esetben nem önkéntes, a legjobb indulattal feltételezve sem felel meg az elfogadott orvosetikai szempontoknak, amit a rövid várakozási idő és a szervadományozók alacsony száma egyértelműen alátámaszt. A törvényszék minden kétséget kizáróan megállapította az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény fennállását és a népirtás bűncselekményre utaló események fennállását. Másfél órás előadást is lehetne tartani arról, hogy mik a konkrét és megdöbbentő részletek. Mint például az átlag életkora a kínai szervdonoroknak, vagy hogy a donorhalálozás és a szervjegelés között eltelt rövid idő mi mindenre utal. De térjünk rá a magyar oldalra, az egyetemekre. A Fudan Egyetemnek több kórháza és gyakorló kórháza is van Sánkhájban, ami nem mellesleg az egyik központja a kínai transzplantációs ágazatnak, ahogy Peking és Tianjin is. Egy ilyen kórháza, a Chongshan kórház neve több különböző tanúvallomásban is előkerült a Kína törvényszék 562 oldalas bírósági jegyzőkönyvében. Ahogy az ENSZ emberjogi bizottságánál is az összeállításban, és ahogy a Bundestagi jelentésben is. A legtöbbet idézett sztori a Fudan Egyetem ezen kórházáról, amikor 2006-ban megkérdezik az ottani transzplantációs orvos telefonon, hogy rendelkezésükre áll-e esetleg Falun Gongos szervdonor, mire a doktor válasza az, hogy kizárólag olyan van nálunk. 2006-ban nem volt még szervadományozási rendszer Kínában. A Huashan kórháza a Fudannak orvosetikailag szintén annyira megkérdőjelezhető, hogy az ausztrál parlamentben egy előadás keretében kérte a DAFO, az Orvosok a Kényszer Szerveltávolítás ellen nevű szervezet, a SOTE Nemzetközi Igazgatóságának ázsiai partnerintézményei alatt felületes kutatással is 7 kínai partneregyetemből
3 rendszeres szereplője a szervrablás vádaknak. A Shanghai Jiao Tong University is rendszeres szereplője, itt is van rögzített telefonbeszélgetés 2006-ból, ahol Dr. Dai állítja, hogy minden szervük élő testből származik. Ismétlem, nem volt még szervadományozó központ Kínában 2010-ig. De olyan sztori is van tajvani beteg beszámolójából, akinek 2 hét alatt 4 májat szereztek be frissen jó pénzért ebben a kórházban. A First Affiliated Hospital egy Zhejiang University School of Medicine, nos, ez a Zhejiangi Egyetemnek az egyik kórháza, 4 is van belőle, a First, a Second, a Third és a Fourth Affiliated Hospital, szintén sok szervrablással kapcsolatos vád éri, de a szóban forgó Sote partnerről a leghírhedtebb történet, amikor 2017-ben 48 óra alatt 14 szervátültetést végeztek. Ethan Gutman azt állítja, hogy a fogvatartott Xinjiangi ujgurok szervei is itt kötnek ki. De mégis a legvadabb, hogy a Zhejiangi Egyetemen mai napig dolgozó és a transzplantáció terén nagy szaktekintélynek számító Cheng Shu-sen személyére a kanadai kormánynál már Magnitsky szankciót indítványoztak a kényszer szervetávolítások és szervrablásokban betöltött szerepe miatt. A szóban forgó kórházigazgató nem csak az egyik leghíresebb transzplantációs műtőorvos az országban, hanem egyben ő volt 10 évig a Zhejiang tartományi antiszekta szövetség elnöke is. Míg több ezer májált ültetéssel büszkélkedhet orvosként, addig az ő irányításával üldözték a Falun Gongosokat a tartományban. Ő maga tartott egy szekta ellenes tanfolyamot 2010-ben, és szekta üldözős, dehumanizáló könyvhöz is írt előszavat, amit idéznék. A Falun Gongosok és a hasonló gonosz vallások olyanok, mint a vírusok, amelyek korrodálják az emberiség testét, elvetemíti a hívők lelkét, lerombolja a társadalmi rendet, megzavarva a gazdasági fejlődést, az emberiségre bomlást hoz, és a társadalom rákos megbetegedésévé válik. A szekta ellenes politikai kiállás hatással van hazánk, szocialista rendszerének és a harmonikus társadalmának felépítésére, hatással van az egész ország stabilitására és szolidaritására, és hatással van az ország egészére, minden polgár biztonságára. A mélyreható harc elindítása a Falun Gong és más gonosz vallási szervezetek ellen az egész párt, az egész ország és az egész társadalom közös kötelessége. A DAFO egyik célkitűzése, hogy az ilyen orvosok tudományos írásai ne jelenhessenek meg az orvosi szaklapokban, és egyre gyakrabban vizsgálják is, hogy bizonyítani tudják-e a kínai tanulmányokban szereplő szervdonorok tiszta ügymenetét. Dr. Cheng Shu-sen írásait már tiltották le nemzetközi orvosi szaklapok. A Central Source University Changsha-ban a 3. orvos etikailag erősen megkérdőjelezhető kapcsolata a Semmelweis Egyetemnek. Szintén vadvádak érik, hogy amíg 2010-ig nem is volt szervadományozási rendszer Kínában, de a gyakorló kórháza, a 3. számú Xianzhai kórház már addig is virágzó transzplantációs központot működtetett. Na de honnan voltak a szervek? Kutatásaim során nem találtam egy magyar nyelvű orvosi szaklapot sem, amely foglalkozott volna a témával, nem találtam egyetlen publikációt sem a SOTE oldalán a témáról, bár az egyre elmélyülő kínai kapcsolata az egyetemnek szembeötlő, szinte minden évben utazik Kínába delegáció, vagy éppen érkezik onnan egy Magyarországra. A DAFO például azért küzd, hogy izolálja az orvos etikailag kétes egyetemekkel a partnerséget és a kétes orvosok publikációs és konferencia megjelenéseit. És hogy a kormányoknál elérje, hogy csak átlátható szervadományozással rendelkező országokba utazhassanak külföldiek. Legjobb tudomásom szerint még nincs magyar orvos a szervezetben. By the way, nem ejtettem egyetlen szót se Amerikáról. Ginger jön még ide, Kínát érintő más témákkal is, úgyhogy örülök, hogyha te is itt leszel, mert várunk.